Ez a rendezvény, ez egy játék valójában. Ezt úgy hívják, hogy Lunch Beat. Tulajdonképpen van ennek hagyománya Magyarországon, ezt ha nagyon le akarom fordítani, akkor egy ilyen ebédszüneti diszkónak is nevezhetjük. Az egész ötlet a Svédországból jött, és az ötletgazdák azt gondolták, hogy ne kávézgassunk, meg ne csak zabáljunk, meg ne csak együnk, ígyunk ebédidőben, hanem mozogjunk egy kicsit. És ők ezt egy garázsban kezdték el, és a garázsból nőtte ki magát ez egy ilyen világméretű rendezvénysorozattá. Ebben az időben, tehát ma kedden, május 6-án kedden, 13 óra és 14 óra, vagyis 1 és 2 között, azt hiszem 25 európai városban egyszerre tartják ezt a bulit. Az, hogy munkaidőben valakit rá tudjunk venni arra, hogy táncoljon, az egy elég nehéz dolog. Az első lunchbiten ilyen furcsán néztek ránk, hogy biztos valami ufók vagyunk, vagy ilyen hülyék, vagy megbolondultunk, hogy ilyet akarunk csinálni. A másodikon azt láttuk, hogy már értik az emberek, hogy miről van szó, és tetszik nekik. De alapvetően szokatlan. Magyarországon mindenképpen. Tehát ahogy látjuk, hogy például Svédországban hányan mennek el egy ilyen rendezvényre, Magyarországon nincs a fele sem annak a tömegnek. Ott azért ezrek vesznek részt egy ilyen lunchbiten. Szerintem ez egy elképzelhető, reális kép most már manapság, főleg azoknál, akik ugye egész nap a monitort bambulják, és szegényeknek a szeme kikészül, meg hátuk, válluk fáj. Én szerintem ez egy nagyon jó kis ötlet arra, hogy fölpattanjunk, táncoljunk egyet. Ne nagyon a kajáláson, ugye van ez a másik, amikor az ember asztalánál éve is akár, de teli eszi magát, és meg se tud mozdulni egy délután nagyobbik részében. Ennek nincs értelme, inkább egy kicsit így adjunk az energiáknak. From my friends from the Swedish embassy, it's a great event. On the internet, on your website, and thought we'd come down for a look. Én a svéd nagykövetségtől jövök, és mi benne vagyunk. We're on holiday, so we're enjoying it, love it. Most jöttem a matek érettségire, nagyon könnyű volt, és jó így levezetni a feszültséget. We are, I'm here with my friend, we are two artists that are staying here in Budapest for 3 months. He thinks it's awesome, he's my own boss, so. It's a very unusual and a very cool lunch break, it gives a lot of energy. It's easy access, if it's easy to get here and then go back to lunch, or go back to work, I don't see any problem with it, so. Igyekszünk mindig hosszabb evétszüneteket tartani, úgyhogy be tudnánk építeni. Szerintem egyszer hetente ez jó lenne, minden esetben. Every day I don't know, but once a week it's fine. Minden nap.